Egyre népszerűbb a nagyváradi vasember verseny, amely eddig az egyedüli hosszú távú triatlon megmérettetés Romániában. Idén a tavainál jóval több, közel 230 sportoló mérte össze erejét és kitartását. Nagyjából ugyanazok a sportolók futnak az olimpiai távon, illetve a hosszú távon is. Fejlődőben van a sport. A mezőny nem egy európai szinten nem nagyon erős, de például a Törökországban az idén megszerzett Balkánbajnokságból a 6 Balkánbajnoki címből 3-at Románia nyert meg. Az Ironman verseny teljes távján 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42,2 km futást kell teljesíteniük az indulóknak 16 órán belül. A nagyváradi versenyen féltávon is indultak a sportolók, így összesen egyéniben 130-an tették próbára magukat. Terveink arról szólnak, hogy próbáljunk egy még nagyobb számú versenyzőt elcsábítani, legfőképpen külföldről, mert sajnos Romániában ez az extrém fajtája a triatlonnak még gyermekcipőben jár. A versenyre Hollandiából és Németországból is érkeztek, de a legtöbben Magyarországról jöttek. A tavalyi győztes Vatai Miklós idén is magabiztosan nyerte a versenyt. Talán a kerékpáron egy picit a meleg ott érezhető volt, főleg az emelkedőkön ott azért, ahol nem fújt úgy a szél, nem mozgott annyira a levegő, ott azért megérezhette az ember, tehát ott azért egy kicsit úgymond fejbevágta az embert a meleg egy picit. Mind a négy induló vasember hölgy jelölt befejezte a versenyt. Első helyen a duatlon Balkán bajnokságot nyert Jakab Benke Hajnalka végzett. 13 óra 7 percen volt, 13 óra alá szerettem volna bejönni, de ennek is nagyon örülök ilyen időviszonyok között, és igen, úgy gondolom, hogy ha nem lett volna ennyire meleg, akkor talán jobban sikerülhetett volna. A szervezők bejelentették, hogy idén szeptemberben a Nagyvárad City Running Day elnevezésű nemzetközi futóversennyel egy időben Nagyváradon rendezik meg a félmaraton Balkán bajnokságot is.